Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás november 13-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt most megtekintjük. Ő itt most elérkezett egy olyan életúthoz, ahol van egy úgynevezett kereszteződés. Ebben az élet kereszteződésben felteszi a kérdést, hogyan tovább, milyen irányba. És az azt jelenti, hogy ő fontos döntéseket hoz. Az lehet a családi kapcsolatokat illetően, előfordulhat egy költözködés, vagy egy munkahelyi változás, ami viszont a középpontban áll, hogyan tovább kettőtök között. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt ennél a kártyánál látható, hogy kinyílik egy új kapu, ezek lehetőségek, amiben ő bízik. De ezt megvalósítani nem egyszerű, mert itt még fát kell vágni, aminek szimbolikus jelentése van. Mégpedig az, hogy valamin kell, hogy dolgozzon, mire élvezheti az eredményt. Hogy hat ki a ti párkapcsolatotokra? Itt vannak lehetőségek, egy közeledés, a nyitottság, de neki még az érzelmein, vagy az emlékein, a múltján még dolgozni kell, vagyis úgy mondanám, ezt fel kell dolgozni. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ó, itt vidámságról van szó. Lesz egy jobb hír, egy találkozás, egy kapcsolat kialakítása, és érezhető ez a könnyűség, érezhető ez az élet öröm. És most megnézzük azt, mit mutat a csokis kártya, mert ez a napi energia. Ezen a kártyán az áll, einladung, és az meghívást jelent. Lesz a mai napon egy meghívás, vagy ő vár arra, hogy ti meghívjátok őt. Itt ennél a jóslásnál lényegében szerelmi dolgokról van szó, de ti gondolhattok más személyre is. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!